Évtizedekig abba az illúzióba ringattak minket, hogy Magyarország a vizek országa. És valójában kiszáradt tómedrek, radikálisan csökkenő talajvízszint, drámaian alacsony termésátlagok. Elméletileg van benne víz. Ez ott fönt kap vizet, tehát ide be lehet ereszteni elméletileg, ha akarják. Itt vagyunk Sándorfalva kapcaszéken, amely egy régi homokbánya volt, mellette elfut egy csatorna, aminek itt látható a nyoma, de hát időszakosan ide vizet lehetne hozni, hogyha a Tisza vízállása magas, akkor lehetne kiengedni vizet. Látható, hogy itt azért évtizedekig folyt a víz, állt a víz, csak az elmúlt egy-két évtizedben teljes mértékben elapadt, és így kiszáradt ez a terület. Ez most a Google térképen egy tóként van, de hát láthatjátok, hogy mi van a valóságban, mekkora az érdemi vízterület, vízfelület, és hogyha ezt meg tudjuk növelni időszakosan akár több hektárra, hiszen amikor magas vízállás van, akkor ki tudjuk ereszteni tavasz végén, nyár elején a vizet, és utána az, hogyha hónapokig kinn áll az a gazosnak tűnő terület, hogyha megfelelő magkeverékkel van bevetve, akkor csodás vízenyős élőhelyet tud létrehozni. Az összesen 13,5 hektár, három tulajdonosa van. Mind a három tulajdonos nagyon lelkes a tekintetben, hogy ezt a potenciális édenkertet, oázist, ezt hogyan tudjuk élővé tenni. Azért látható, hogy számos inváziós faj is itt van a területen. A beavatkozást azzal kezdjük, hogy ezeket a fákat, mint az akác, eltávolítjuk, és helyére olyan fákat ültetünk, amely pont a vizes élőhelyhez passzol, illetve nagyon fontos, hogy kialakítani azt a flórát, azt a növénytakarót, amely a vizes élőhelyeket szereti, hiszen számukra tud igazán a biodiverzitás fejlesztéshez hozzájárulni, hogyha itt hónapokig állni fog a víz a fő csatornán keresztül, ide ki lehet vezetni a vizet, és hogyha megcsináljuk a földmunkákat, akkor ezen kis tómedret ki tudnánk szélesíteni öblözetekkel, és szivattyúval, akár napelemes szivattyúval át szivornyázni ide a vizet, és szépen lassan föltölteni a tavaszi hónapokban, hogy utána akár nyár végéig itt tudjon állni a víz. És ez pont ezen a részen, ahol most nem látszik, mert nem most van a virágzás ideje, de gyönyörű orchideák vannak, csodálatos madárvilág. Ezek a fajta kis oázis pontok rendkívül sokat jelentenek az élet szempontjából. Itt megállnak a madarak inni, kétértőek jelenhetnek meg, hiszen pont a kiskunságban kétértőek rendkívül rossz helyzetben vannak, és a talajvíz szint az akár kilométeres körzetben is emelkedni tud, hogyha van egy ilyen zóna, amely megtartja a vizet. És a célunk az, hogy ezeket a vizeket, ezeket a kis pontokat ökológiai folyosókká szélesítve és összekötve őket, létrejöhessen egy olyan táj, amelyben helye van a víznek, és nem csak vendégként van helye a víznek, hanem mindennapok része az, hogy elárasztunk területeket annak érdekében, hogy máshol a talajvízszint magasabb legyen. Hogy ezt a folyamatos elszáradást és kiszáradást, elsivatagosítást megállítsuk, létre kell hozni ezeknek a kis édenkerteknek a hálózatát.